A mai videóban az erek falának a megtisztításáról lesz szó. Szeretetek, köszöntök mindenkit! Az artériák belső falának tisztáltartása nem csak akkor fontos, ha van valamilyen szív- és érrendszeri betegségünk, de egyébként is, hogy ne jussunk el abba az állapotba, hogy kialakuljon valamilyen probléma. Az érfalak állapotára gondolni nem csak a szív- és érrendszeri megbetegedések miatt fontos, de rengeteg más betegség során is jelen lehetnek a lerakódások, ilyenek például a memóriaromlás, a vese állapotromlás vagy a merevedési zavar férfiaknál. Mielőtt rátérnék a 3 plusz 1 csúcsételre, nézzünk át néhány lényeges információt az artériás lerakódásokkal kapcsolatban. Először is az artériás plak, amit köznyelven lerakódásnak nevezünk, az nem más, mint a testünk által használt kötszer, melynek fő összetevői a fibrin, ez egy fehérjeféle, az oxidált alacsony sűrűségű LDL koleszterin és a kálcium. Ha testünk azért kell használjon kötszert az erek belső falánál, mert ott sérülések, illetve ennek következtében gyulladások keletkeznek, tehát ki kell javítani a hibát az érfalnál, mert ha ezt nem tenné meg, átszakadna az artéria fala, ami ugye halálos helyzetet hozna létre. Ezeket az érfal sérüléseket az esetek 95%-ában a cukor és az omega-6 zsírsavak okozzák, más szóval a magas cukortartalmú ételek, a gabona ételek és a Gabona, illetve magolajok. Azt is fontos tisztán látni, hogy az LDL-nek két fajtája van. Van egy magasabb sűrűségű LDL, és van egy alacsony sűrűségű. Az alacsony sűrűségű LDL az, ami hajlamos az oxidációra, és ez az, ami lényegében növeli a szív- és érrendszeri betegségek esélyeit. Ez az LDL, tehát az alacsony sűrűségű, leginkább fruktózból, tehát a gyümölcs szukorból keletkezik, de ne felejtsük el, hogy a sima cukor, tehát a, a kristálycukornak is, ugye a fele az fruktóz, a másik fele pedig glükóz. A magas sűrűségű LDL az a magas állati zsírtartalmú ételekből keletkezik, vagy ha bőjtönünk, akkor a saját zsírrétegeikből kerül be a véráramba, és ennek a fajta LDL-nek semmi köze a szív- betegségekhez. Tehát azért nem okoznak a magas állati zsírtartalmú ételek szív- és érrendszeri megbetegedéseket, mert belőlük az egészséges, a magas sűrűségű LDL jön létre, és nem az alacsony sűrűségű, ami a cukorból keletkezik, és ami oxidálódik. Már itthon is vannak olyan vizsgálatok, ahol külön megnézik az SDLDL-t, tehát a Slow Density, azaz az alacsony sűrűségű LDL-t, mert ez az, ami lényegében a problémákat, a gondokat okozza. Tehát amikor a hagyományos vérképen azt látod, hogy magas az LDL-ed, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy jelent bármiféle problémát, mert abból még nem derül ki, hogy abban mennyi az alacsony sűrűségű, tehát az SDLDL, és mennyi a magas sűrűségű, aminek egyébként az LBLDL, azaz az angolból a Large Buoyant LDL a neve. A következő fontos tudni való, hogy kétfajta artériás plak létezik, az elsőt puha plaknak nevezzük, míg a másodikat keménynek vagy messzes plaknak. A puha plak sokkal instabilabb, ezáltal veszélyesebb, míg a kemény plak, ahol már jelen van a kálcium is, a kálcium ugye a fő keményítő a szervezetünkben, az stabilabb és kevésbé veszélyes. Tehát a kemény plak a lágy plakból keletkezik lényegében a kalcium hozzáadásával. A kalciumnak a helye a csontokban és a fogakban lenne, tehát nem az artériáknál. A kalcium egyébként azért kerül az erek falához a sokkal nagyobb mennyiségben, mint kellene, de ezzel ugye messzesedést és az erek megkeményedését, vastagodását okozva, mert az életünk során nem fogyasztunk elegendő K2 vitamint. Leginkább a K2 vitamin a felelős azért, hogy a kalcium hova rakódjon le, hol tárolja el a szervezetünk. Ha alacsony a szintje, úgy is mondhatjuk, hogy össze-vissza fogja elpakolgatni a kalciumot a látszövetekben, így többek között az erekhez is. Összesítve az eddigieket, az erek megtisztításához a megoldás fő csapás vonala olyan ételek és kiegészítők táplálékok fogyasztása, amelyek képesek az artériás plakokat képező anyagokat, a fibrint és az oxidált LDL koleszterint oldani, képesek gyulladást csökkenteni, hogy csökkenjen a kötszer, azaz a lerakódás mennyisége, továbbá képesek a kálciumot a megfelelő helyre terelni, hogy ne az erekhez szállítódjon. Az egyik leghatékonyabb csúcsétel, ami erre képes, az a natto, tehát az erjesztett szójabab, és annak fő hatóanyaga a natto enzim. A legjobb az lenne, ha tudnánk itt Európában nattót tenni nap, mint nap, de erre nem igazán van lehetőség, viszont a natto enzimet be tudjuk vinni kapszula formában is, például a Cardio balans vérnyomás komplexel, ami hat szív- és érrendszer támogató hatóanyag erejét Egyesíti. A nattokináz igen hatékony gyulladás és ráadásul mellékhatásmentesen fejti ki a hatásait. Közvetlenül hidrolizálja, tehát oldja a fibrint, a lerakodások fő összetevőjét, ezzel a végeredményben komoly vérrögképződés képződés ellenes hatással is bír. A natokináz lényegében egy hatékony oldószer, leginkább a zsíroldóhoz lehetne hasonlítani. Bizonyos mértékig gátolja az LDL koleszterin oxidációját, és blokkolja a vérnyomás szabályozásában szerepet játszó kulcsfontosságú enzimeket is, tehát koleszterin és vérnyomás csökkentő hatásokkal is bír. Sajnos az orvosok többsége valószínűleg nem is hallott még a nattokinázról, mert eleve nem is oktatják őket az egyetemen a nattokinázhoz hasonló hatóanyagokról, pedig a statinokhoz képest ugyanannyi vagy még több meggyőző kutatás van a hatékonyságáról. A következő csúcsétel az erek falának megtisztításához és tisztántartásához lehet, hogy elsőre meglepően fog hangzani, az a savanyú káposzta. Egyre több kutatás mutatja ki, hogy nagyon szoros kapcsolat van a bélflóra és a szív érrendszer állapota között. Ugye a savanyú káposzta az az étel, ami talán a legtöbb hasznos baktériumot tartalmazza, nagy mennyiségben tartalmaz, ugye főként laktobacilluszokat, tehát teljesabb baktériumokat, ezzel erős probiotikus hatást idézve elő a szervezetünkben. A teljes a baktériumoknak ACE gátló hatása van, tehát ugyanolyan hatást fejtenek ki, mint a vérnyomás csökkentő gyógyszerek, képes gátolni a biofilm képződést, tehát a baktérium telepek kialakulását. Ez a szívés és szempontjából azért lényeges, mert az erek falánál lévő kácium gyakran baktérium telepként is szolgálnak, tehát nagy számban baktériumok is jelen vannak az érfal lerakódásoknál. Az elsők baktériumok képesek az LDL koleszterin szabályozására, főként az alacsony sűrűségűt tudják szabályozni, amelyről ugye a videó elején elmondtam, hogy hát csak az okoz lényegében problémát, lerakódásokat. A savonyú tele van K2 vitaminnal is. És végezetül, ha van Elég hasznos baktérium a beleinkben, az javítja az EPSAF termelődést és újrahasznosítást a szervezetünkben. Ez ugye azért lényeges, mert az EPSAF felelős a zsírban oldódó vegyületek, vitaminok hasznosításáért. Mind a K2-vitamin, mint a D-vitamin, mind az E-vitamin, zsírban oldódó vitaminok, és jelentős a szerepük a szív és érrendszer egészsége szempontjából. A K2-ről ugye már szó volt. Az E vitamin pedig a C vitamin mellett a talán a második legfontosabb vitamin az érfal gyulladások csökkentéséhez, és ahhoz is, hogy a szívünk az megfelelően erősen tudjon pumpálni. A harmadik csúcsétel az artériás lerakódások megelőzéséhez a lazac és a benne lévő omega-3 zsírsavak. Természetesen más ételekkel is pótolhatjuk az omega-3-at, vagy bevihetjük étrendkiegészítőkkel is, de a lazac az az étel, amit rendszeresen fogyasztva kellő mennyiségben tudunk omega-3-at pótolni. Az omega-3 zsírsavak csökkentik a gyulladásokat az artériáknál, ami azt eredményezi, hogy kevesebb kötszerrel lesz ugye lényegében szükség, tehát kevesebb lerakódás keletkezik az artériák falán belül. A legtöbb szív- és betegség betegség szívfibrózissal jár, azaz megváltozik a szívnél lévő szövetek szerkezete. Az omega-3 zsírsavak képesek azokat a géneket lekapcsolni, amelyek a fibrózist okozzák. A lazatból célszerű vadlazatot fogyasztani, vagy biominősítetted. És végezetül a végére a plusz egy a lerakódások oldásához egy saláta mix a következő összetevőkkel, rukkola, olívaolaj, almaecet, fokhagyma, napraforgómag és parmezán sajt. Tegyünk egy tába friss rukkolát, öntsünk rá valódi olívaolajat, ajánlom a figyelmedbe a laudémiót, megtalálod a linkjét a videó leírásában, öntsünk hozzá egy-két kanál almaecetet, tegyünk bele préselt fokhagymát, szórjunk rá napraforgómagot és parmezán sajtot. Ennek a saláta ételnek minden összetevője valamilyen módon javítja az érfalak állapotát, és segít oldani, illetve megelőzni a lerakódásokat. A rukkola javítja a máj és az epe funkciókat, ami ugye a zsírban oldódó vitaminok jobb hasznosulásával jár, továbbá tartalmaz káliumot, a legfőbb vérnyomás csökkentő mikrotápanyagot. Az olívaolajban lévő zsírsavak erős gyulladás csökkentő hatással bírnak, az almácet, a vércukor és a koleszterin szabályozásában segíthet. A fokhagymának vérrögellenes és vérnyomás csökkentő hatásai vannak. A napraforgó az e bevitelt növelhetjük, a parmezánnal pedig a K2-t. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és az meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!